Sok verset végigolvasva az volt a benyomásom, hogy Arany János számára a család és az apaság az alapértékek, sőt, a szent dolgok közé tartoztak. Arany János az összes versszakot azzal fejezi be, hogy imádkozzon és higgyen, azonban megemlíti, hogy ő neki már megvan tépázva a hite. Akkor miből merít és miért gondolja azt, hogy a fián segíthet? No, hát én megnéztem egyébként, hogy mikor írt ezt a verset, és nagyon érdekes, hogy 6 éves volt a fia, és ez 1850-ben történt. Ez bizony a szabadságharc leverése utáni időszak, és azt tudjuk, hogy Arany Jánost ez nagyon megviselte. Tehát igazából én azt mondanám, hogy egy kicsit depresszoid, megfáradt apa beszélget a fiával. Nekem az a szép ebben a versben, hogy nekem ez egyértelműen egy imádkozás. A fián keresztül imádkozik igazából, és ami a leghitelesebbé teszi, hogy most ha ilyen nagyon pórjassan akarom megfogalmazni, nem játsza meg magát az apa, hanem ugye oda teszi a maga keserűségét, fáradtságát az asztalra, ugye elmondja a fiának, és ugye én is mindig ezt mondom az Apa Akadémián, hogy a szülőség az nem színjáték, és a gyerekek egy pillanat alatt leveszik, hogyha nem mondunk igazat, és hogy Arany János is ezt vállalja ebben a versben. Arany János azt írja, hogy nem hagyott tulajdonképpen semmit a fiára, csak a nevét és az embereknek a hitvány tiszteletét. Miért nem tartja nagyra azt, hogy az ő nevét ismerik, és így a fia rengeteg csúnya szóval élve protekcióban fog majd részesülni élete során? Mikor valaki azt mondja, hogy nem ér semmit, ami én vagyok, egy ilyen kvalitású író, ugye azt én nem tudom másképp értelmezni, mint ugye ezt mondjuk úgy a pszichológiában, hogy cry for help, tehát hogy azért nézzetek rám, én rómjaimban vagyok, és csak a hitem tart össze, sőt ugye a hitem is megkérdőjeleződött, vagy meggyengült, inkább ezt mondanám. Tehát én nekem erről ez jut eszembe, hogy ez egy szenvedő ember, aki ugye már az se fontos, hogy én egy elismert költő vagyok, én mint ember szenvedem. Egyszer én is szeretnék majd családot, gyermekeket, ezért szerettem volna megtudni, hogy a pszichológus hogyan vélekedik az apák szerepéről és a család fontosságáról. Egy gyereknek főleg kisebb korban, az említett 6 év körül, az egyik legnagyobb hőse az apja. Nem töri össze teljesen az a gyermekkort, hogy azt üzeni neki az apja, hogy én egy megtört ember vagyok? Nagyon jó kérdés. Ugye erről sokat beszélgetünk apákkal. Ennél egyébként sokkal profánabb formában. Tehát amikor azt mondják, hogy a mai küzdelem, hazaér az apa, azt mondja, hogy stresszes vagyok, a szívemet, lelkemet ott hagytam a munkahelyemen, most álltam másfél órát a dugóban. Olyan kérdéseket tesznek föl, hogy mennyi idő kell, hogy hozzámerjek nyúlni a gyerekemhez, hogy ne adjam át a stresszt. Ami kicsit bután hangzik, de van benne valami, hogy lehet egy stresszes ember feszült is. Tehát én mindig azt mondom, hogy egy apának, vagy egy szülőnek felelősség azért kímélni a gyereket. Tehát tudni kell, hogy mit visel el az a gyerek. De ezen belül viszont őszintének kell lenni. Tehát ugye ne terheljem olyannal a gyerekemet, amit ő mondjuk 6 évesen nem fog elviselni, de a gyerekeknek erre radarjuk van. Ugye azért, ha elolvasok ezt a verset, ez egy picit fáradt apa, de mégiscsak az imája. Mégiscsak azért olyan nagy dolgokat mond, amikből lehet kapaszkodni. Tehát azért nem azt mondja ez az apa, hogy mindennek vége, fiam, engem soha többet nem látsz. Tehát ez egy szörnyű üzenet lenne. Én azt gondolom, hogy ez egyensúlyban van, azzal együtt, hogy én biztos vagyok benne, hogy ez egy irodalmi műfaj, tehát nem hiszem, hogy így felolvasta a 6 éves fiának, ugye, hanem hát inkább az a szép benne, hogy az apa lélek kinek panaszkodjon, a fiának panaszkodik, és ez egy nagyon izgalmas dolog, ugye mindig arról beszélünk, hogy a gyerekeknek mekkora szüksége van az apára, de én szeretem ezt megfordítani, hogy nekünk, apáknak mekkora szükségünk van a gyerekeinkre. Ők is fejlesztenek bennünket, meg segítenek bennünket. Mennyire lehet motiváló egy gyereknek azt látni, hogy az édesapja mennyi mindenen ment keresztül,
és mégis képes még hinni, akár tenni azért, hogy ez az ország jobb legyen. Hát azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Tehát az, hogy azt látjuk, hogy most megint modern terminusokra fordítva, hogy a szüleink jól oldanak meg konfliktusokat, tehát akár mi van, abból fölállnak. Lehet, hogy sírás van, lehet, hogy kórházba kerülünk, lehet, hogy gyász van, de abból mindig újra meg újra fölállunk. Ez tulajdonképpen maga az élettréningje. Tehát ezt megkapja egy gyerek, akkor igazából a legnagyobb dolgot kapta meg, mert ugye ez a valóság. Tehát, hogyha rózsaszínre festjük, és azt mondjuk, nincs semmi, és gyönyörűen élünk, akkor olyan hamisságot adunk át, amiben előbb-utóbb bele fog bukni. De ezt tulajdonképpen én úgy szoktam mondani, egy kicsit, ha szabad ilyet mondom, ez a sokszoros újjászületés. Tehát, hogy az embernek nagyon sokszor újjá kell születnie, és ha ezt megtanulja, azt gondolom, ez a világgal való legmélyebb kapcsolat és hit. Tehát, hogy vannak bajok, mindig vannak bajok, abból mindig fölállunk, és mindig megoldjuk. Egyszer mondta egy édesanyja nekem, nagyon aranyos történet, hogy elveszítettek valami nagyon fontos kulcsot, és az egész család pánikszerűen kereste, és a 4 éves kislány ott ült az asztalnál, és ilyen zenbuddhista nyugalommal mondta, hogy anya, hát tudjátok, hogy nálunk mindig minden előkerül. Tehát én erről beszélek, erről a hitről, ugye, amit az a kisgyerek látott, hogy nálunk igazából mindig minden megoldódik.